első kör az, hogy itt ugye pont szekrény van mögötte, de ezt a kapcsolót ki fogom váltani egy IKEA-s kapcsolóval és lámpával, hogy hogyan kezdjünk neki, ezt fogom most bemutatni. Pontos jelenet az, hogy ugye ez a bridge, vagy az összekötés a routerrel, először a kapcsolót, a nagyon fontos, először a kapcsolót fogjuk beprogramozni. Ez pedig lenne úgy, hogy megfordítom, és a hátuljában van egy kapcsoló. Tehát itt vagyok benne az új szobákban. Hozzáadás. Jó, és hozzáadás. Vezeték nélküli szabályzó. Tovább. Tovább. És 4 másodpercen túl vagyunk. Most jön az, hogy 10 másodpercig nyomom ezt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elengedem. Megtaláltuk az eszközt. És hozzá is van adva a kettes szobához. Innentől kezdve át lehet nevezni a távirányítót, és a kettes eszköz, vagy a kettes szobához most hozzáadjuk az izzót. Plusz gomb, izzók, és föl kell kapcsolni az izzót. Kapcsolva és felkapcsolt állapotba kell távirányító. És az annyit jelent, hogy megint csak ezt a két gombot kell nyomni úgy, hogy közel az izzóhoz. Ami annyit jelent, hogy így. És felismeri, elkezd pulzálni. Másodperc vagy 4 másodperc múlva fel is ismerte az izzót, és hozzátette. Innentől kezdve, hogyha én megnyomom, akkor a lámpa működik. Ami annyit jelent, hogy felkapcsol, lekapcsol. Tehát hozzá párosítottam ezt a kapcsolót ahhoz a izzóhoz. Alternatív kapcsolóként is bármennyit hozzá tudok tenni, akkor csak annyi a feladat, hogy ehhez a szobához adok még egy kapcsolót hozzá, mint például itt is van. Vagy itt is van, több kapcsoló van hozzárendelve. Ezzel megvan oldva a kábelezés. Akkor át tudom nevezni, tehát egyszerűbb Sofia, és az izzókat is át tudom nevezni, úgyhogy lehessen. Mondjuk megnézzük, hogy az előzőek, mondjuk egy másik szoba, Oliver kapcsoló, akkor ez Sofia kapcsoló lesz. Végén átneveztem az izzót is, és így átkerül a HomeKit alkalmazásba is. Itt van az ablak a nagyszobába. És letette legalúra. Tehát itt van. Tehát automatán bekerül a HomeKit alkalmazásba. És ezt már lehet programozni, tehát hogyha elmegyünk a GPS-t, vagy látja a telefon, és már le is kapcsol az izzó, akár az összes, vagy ha hazajövünk, vagy mozgásérzékelő. Tehát nagyon fontos az, hogy először a kapcsolót kell feltanítani, tehát beprogramozni. A kapcsolót programozzuk az izzóhoz. Órákat lehet szenvedni vele, hogyha valaki először az izzót akarja feltanítani, vagy felpárosítani a bridge-el. Nem, először a kapcsolót kell egy szobához hozzárendelni, tehát nekem az jött be, az a leggyorsabb, hogyha csinálok a szoftverbe egy szobát, és a szobához a kapcsolót, és a kapcsolót az izzóhoz a legegyszerűbb 5 perc megcsinálni. Ha kérdésetek van, akkor alul tegyétek föl. Ez volt az IKEA Smart Home Kit rendszere, most le van értékelve Family kártyával 3000 forint, egy ilyen, amit most mutattam, ez Philips Hue-ba 25-30 ezer forint, Black Friday-ba
felejtős, ez most nagyon jó, és iPhone kompatibilis, minden más kuka, cseréljétek le, dobjátok ki, vegyétek ezt, hello!